Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 8-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak az opera világának egyik ékkövével, Zemlényi Eszterrel, aki ráadásul székesfehérvári. Ezt követően Milczynszky atyára emlékezünk, majd közösen megnézzük a Betlehemi Szép Csillag kiállítást a Szent István Művelődési Házban. Tartsanak velünk! Ahogy ígértem, vendégünk egy csoda, Zemlényi Eszter, koloratúrszoprán és csoda, mondom én. Köszönöm. És nagyon ritka vendég sajnos Székesfehérváron, bár azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban azért örülhettünk néha-néha Szent István Művelődési Házban legalábbis, ez nagyon-nagyon jó volt. Nézzük meg, hogy mi mindent tesz egy operaénekes ilyen időszakban, hiszen a pandémia, én azt mondtam számtalan ilyen beszélgetős műsorban, hogy a leginkább a kultúra szereplőit veti vissza bizonyos értelemben, függetlenül attól, hogy online azért működnek a dolgok, de az mégsem olyan. Ebben ugye erről már szó esett itt a Vörösmarty Színház kapcsán, aztán, de hát ez így van az opera színpadokon is, és mindenütt így van. Úgyhogy egy kicsit idézzük meg, hogy mi minden történt még a pandémia előtt, a koronavírus járvány előtt, hiszen nagy érdeklődéssel vártuk, hiszen október 29-ig lehetett szavazni arra a koncertfilmre, amelynek a főszereplője voltál, ami londoni döntőt ért, és ezt Szabó Stein Imre rendezte, és a Concerto Budapest koncertfilmről beszélek. Aztán elhalkult az érdeklődésünk is, őszintén szólva, hiszen nagyon sok minden mással kellett foglalkoznunk. Nos, hát kedves Eszter, először is szeretettel köszöntelek itthon. Köszönöm szépen. Másrészt mi történt ezzel a filmmel, hiszen ez egy óriási lépcső. Igen, ez egy nagyon nagy lépcső. Több szempontból éreztem egy hatalmas lehetőségnek, és hogy el kell, hogy mondjam, hogy én nem egy filmre lettem akkor fölkérve, hanem egy koncertre. És én is így foglalkoztam a művel, Weinberg Kadis 21. szimfóniáját adtuk elő. Ez volt a második része az egész koncertnek, és annak voltam én a szólistája, az egyik szólistája. És ez volt a külön nagy öröm, hogy Gidon Kremer mellett állhattam szólistaként a színpadon, hiszen hát ő a ma élő hegedű művészek egyik legnagyobbika. Azt kell, hogy mondjam, hogy rettentően inspirált engem, és nagyon szerettem ott lenni vele a színpadon. Attól volt ez más, hogy a film forgatása miatt kétszer ment le ugyanaz a koncert aznap. Egyszer direkt, hogy forgattuk, másodszorra pedig közönséggel együtt, az ő reakcióikkal, az ő szeretetükkel és inspirációjukkal együtt ment le ez a koncert. És hát ettől volt különleges, kétszer ugyanaz a ruha, smink, egy egészen felfokozott állapot volt már a második alkalom, amikor színpadra álltunk, és azt éreztem, hogy a zenekar is ebben él, hogy még többet, még nagyobbat, és hogy ekkor látszódott az a hatalmas különbség, hogy mi az, amikor tényleg közönség ül a sorokban, és nekik játszunk, és mi az, amikor sajnos nem. És most is ez egy kicsit így folyamatosan megéljük, hogy elképzeljük a közönséget, hogy reagálhat, hogy szeretheti azt a darabot, azt a koncertet. De valójában tényleg csak elképzelni tudjuk. Igen, hát ezek szívszorító pillanatok. Igen. Mint ahogy számunkra az volt a Fischer Anni ösztöndíjad, és hiszen nem is tudtunk gratulálni igazából hozzá, annál is inkább, mert hogy nem volt alkalmunk már, mint a székesfehérvári közönségnek, és valljuk meg, hogy bármennyire is folyamatosan fejlődik a városvezetésnek, illetve azoknak a rátermett embereknek köszönhetően, akik elhozzák a színházat, a klasszikus zenét Székesfehérvárra, azért mindig hiányzik valami. Na most ez hiányzott nekünk. És hogy mielőtt erről beszélnünk, nézzük meg az Avatóról egy nagyon rövid szösszenetet együtt, egy kolléganőddel, aki szintén Fischer Anni ösztöndíjat kapott. Igen.
Mikor a csodát halljuk, akkor mindig elgondolkodunk, elgondolkodom én magam is azon, hogy hol a vége. Ugye néhányszor köszönthettünk itt, akkor már Kertes Ingriddel voltál a Szent István műfázban is, és az egy nagy élmény volt mindannyiunk számára. Viszont ez is egy lépcső. Tehát a Fischer Anni ösztöndíj, azt hiszem, hogy az egy olyan pillanat, ami megerősít. Milyen gondolatok mentén, amikor megkaptad az értesítést, mi volt az első gondolat? Hát el kell, hogy mondjam hozzá, hogy ugye abban az egészen különleges helyzetben lehetek, hogy én ezt háromszor nyerhettem el a Fischer Anni ösztöndíjat. És amikor először nyertem meg, akkor azt éreztem, hogy bekerülök egy olyan különleges körbe, egy bizalmi körbe, hogy egy hatalmas bizalmat helyezett belém az a zsűri, aki, tehát hogy elolvasta az ember a zsűrinek a nevét, akik kiosztották, tehát hogy az ő bizalmuk az engem megerősített. Tehát igazából a Kossuth Liszt Erkedi, de nem is, tehát én azt mondom, hogy nem igazán, és nem csak a különböző díjak, hanem az, hogy jószerivel valamennyi szakágnak a legjelentősebb, legfontosabb szereplői egyként gondolják azt, hogy Zemlényi Eszternek igenis ez jár. És ezt tudja mindenki, tudják a pályatársai, tudják, akik idősebbek, és már nem is csak példa vagy, hanem példakép bizonyos értelemben. Ez meg mennyire erősít meg egy alkotó művészt, egy művészt? Az, hogy példakép vagyok, azt inkább igyekszem elfelejteni, hogy bizonyos súlyokat nem magamra venni, inkább csak a megerősítésben próbálok benne lenni. Nem példakép szeretnék lenni másoknak, hanem egy olyan ember, akihez fordulhatnak, hogy jé, te már megnyerted, tudsz-e nekem segíteni, hogy tudnék jobb lenni, hogy én is megnyerhessem. Nem fölöttük akarok állni, vagy példaként akarok így szolgálni, hanem egy olyan emberként akarok lenni közöttük, bárki mellett, aki ezt igényli, hogy merjen hozzám jönni, és akkor nézzük meg, hogy mi volt az én pályázatomban, mit ígértem én azért, hogy megkaphassam ezt az ösztöndíjat. Ugye nem baj, hogy azt mondom, hogy te így nőttél fel, és ez számomra természetes. Lehet, hogy nagyon sokan erre a gondolatsorra felkapják a fejüket, de ez nem álca, mert te ilyen voltál. Mit mondtak például otthon édesanyád, édesapád? Jaj, hát nagyon boldogok voltak. Borzasztóan kicsattantak, és rettenetesen büszkék voltak. Ők is, a testvéreim is, és tehát, hogy én szerintem mindenkinek ez egy ilyen megerősítés volt, hogy jó, akkor az út az remek, akkor az ezen kell tovább menni. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy ezt az ösztöndíjat megnyerje valaki, be kell adni egy nagyon komoly pályázatot. Ezzel én nagyon sokat dolgoztam évről évre, és azóta is, ugye, mint minden pályázattal el kell számolni, és minden évben el is számoltam. Az én pályázatomhoz hozzátartozott az, hogy abban az évben, az abban a Fischer Annis évben én mennyi koncertet énekeltem, és ez mindig 70 koncert fölött volt, és azt is mindig azóta is követem, hogy abból mennyi volt az új műsor, mennyi az, amit ismételtem, hogyan működtek ezek a dolgok. És ez egy fontos visszacsatolás volt. Nem csak az volt nagyon fontos, hogy folyamatosan bizalmat kaptam a zsűritaktól, hanem egy önmagam felé visszacsatolás, hogy ebben az évben, mert bizony ez is megtörténik, túlvállaltam-e magamat. Bírható ez hosszú távon, és így akarom ezt csinálni. És a következő évben tudom ezt így folytatni. A következő 5 évben bírom ezt a tempót. Tehát, hogy ez is egy megerősítés volt. És a zsűri tagoktól, a tanáraimtól egy visszacsatolás, hogy Eszter, óvatos legyél, vagy Eszter, most ez az út jó, így csinál tovább. Igen, 2020-ra pedig a derült égből, a napfényes, csodálatos égből jött nekünk a pandémia, a koronavírus, járvány és válság. Miként éli meg valaki, aki ugye beszéltél róla, hogy több mint 70 koncerted volt, amire készülni kell, ezt a
kétségekkel teli időszakot? Azt tudom elmondani, hogy rengeteg, tehát hogy sok-sok hónapig csengett még az a darab a fülemben, amit utoljára énekeltem el március 10-én a Zeneakadémia nagytermében. Ez volt az utolsó koncertem az első nagy lezárások előtt. Méghozzá egy nagyon-nagyon ritkán hallott mű volt a Magyar Rádió szimfonikus együtteseivel és Vásári Tamás vezényletében énekelhettem el Péri és az Éden, Schumann Péri és az Éden művének a címszerepét. És Péri ebben a műben folyamatosan azt kereste, hogy mik azok az értékek, amiket megtalálhat a Földön, amik segítenek abban, hogy bejusson az Édenbe. És igazából mindegy is, hogy milyen kultúrában gondolkodunk erről, szerintem ez kell, hogy a szemünk előtt legyen. Lényegtelen, hogy most pandémia van, vagy koncertezünk éppen, vagy közönség van, vagy sem, hogy mik azok az értékek, amik az abban segítenek, hogy az Édenbe jussunk, vagy a mennyországba jussunk, fogalmazzuk úgy, ahogy ez nekünk fontos. Ez volt az utolsó koncertem a lezárás előtt, és igazából ez egy ízt adott az egész karanténnak utána. Aztán utána egy kicsit jöttek a feloldások, egy-két koncertet közönséggel és közönség nélkül is nagyon óvatosan, nagyon sok szabályt betartva, de meg lehetett tartani. És most vagyunk ott, hogy teljesen közönség nélkül, de felvételeket készítünk. Ez tudatossá tesz? Igen. A néző nélküliség? Mert azért valljuk meg, egy kicsit olyan, mintha rádió lenne, nagyon jó a rádióban szerepelni, de egy élő koncertnek nincs párja. Nincs párja, mert bemegy az ember, és azzal indul, hogy a közönség örül annak, hogy megjelenik egy tapssal. Tehát például én most kivételes helyzetben vagyok, mert látom, igaz, hogy nem énekez, de látom a mosolygós szemedet. Ez a rádióhallgatónak nem adatik meg. A rádióhallgatónak nem adatik meg, de a rádióhallgatók, én remélem, hogy most azért hallgatják a rádiót ebben az időben, hogy töltekezzenek a zenéből. És azért ad különös hangsúlyt annak, hogy milyen minőségben koncertezünk, hogy hogyan tudjuk ezt továbbvinni, és milyen ízt tudunk adni a következő napokra egy-egy koncerttel a rádióhallgatóknak, mert bízom benne, hogy ez tölti őket, tovább lendíti. A feltöltődésre nagy szükség van, hiszen rövidesen jön a betlem időszaka, advent időszaka, és ennél fontosabb nincs egy énekes számára. Én azt gondolom, hogy csodapillanatokat éltünk meg eddig is. És ez most hogy történik az Emlényi családban? Ez most egy családban? Kicsit más lesz. Hogy lesz? Ezt így látjuk, hogy más lesz. Eddig nagyon nehéz volt a munkánk miatt, mert hogy ugye Budapesten élek, hazajönni, és óvatosak voltunk, hogy mikor jöhetünk, mikor nem. Egy picit tünete van az embernek, ugye odafigyel, hogy akkor nehogy adjon be, nehogy véletlenül terjessze a betegséget. Én azt gondolom, hogy ez most olyan mértékben fog át variálódni, hogy amennyi időt tudunk, annyit együtt fogunk tölteni. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy lesz ez az együttlét, de igyekezni fogunk. Én azt gondolom, hogy a lehető legtöbb időt együtt tölteni, és most én nem csak az adventi időszakra gondolok, hanem egészen januárig, hiszen nem tudjuk, hogy meddig tart ki ez az egész lezárás. Azt látjuk, hogy amikor az első lezárások márciusban elkezdődtek, akkor nagyon nagy igényünk volt a családban arra, hogy együtt legyünk, és azt hiszem, hogy édesapa vetette fel azt a gondolatot, hogy minden este az esti imát mondjuk el együtt. Úgyhogy azóta is mi minden este 8-kor találkozunk. Ha más nem, akkor csak egy percre elmondjuk gyorsan az imát, látjuk egymást, és akkor megyünk tovább mosogatni, főzni, minden, ami szükséges, vagy tanulni, gyerekekkel lenni, de fontos az, hogy egy állandó közeg legyen. Most én abban bízom, hogy annyit tudok itthon lenni decemberben, amennyit csak bírok.
Ha pedig mégsem, akkor én pedig abban bízom, hogy az imák meghallgatásra találnak. Köszönjük. És nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél, és figyeljük a híreket. Tehát nem csak azért, mert én bízom benne, hogy azért megfelelő időben a hozzáértő és segítő szakemberek szerint azért a tavasz már úgy jön be, ha igaz, hogy kinyitnak a koncerttermek, és figyelünk akkor rá is, hanem azért is, mert soha nem volt nagyobb szükségünk, valljuk meg arra, közösségben legyünk egy kicsit, és talán így majd most itt a pandémia után jobban meg tudjuk becsülni az együtt töltött időt. Eszter, köszönöm szépen, és boldogságot, szép napokat kívánok itthon. Köszönöm szépen. És minden jót neked. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, folytatjuk a Paletta magazint. Zemlényi Eszterrel beszélgettünk, aki itthon van velünk, nekünk, Székesfehérváron. Emlékmisét tartottak fekete egy száraz réten, a szertartáson az egykori plébános és címzetes kanonokra, Milcsinszky Alajosra emlékeztek a városrészben. Tragikus hirtelenséggel hunyt el egy évvel ezelőtt Székesfehérvár díszpolgára, Milcsinszky Alajos. Halálának első évfordulója alkalmából tartottak emlékmisét Feketehegy Szárazréten, amelyhez szorosan kötődött munkássága idején. Egy csendes, szerény, de nagyon nagy tudású embert veszítettünk el. Sokan nem is tudták, hogy milyen szerényen él, és milyen csendbe alkot, és ez egy nagyon nagy dolog volt ebben a városrészben. A nyugalmát, ha érezni lehetett az emberek fele, sugázott ez a nyugalom pontosabban belőle, és mindennapokban bárki bármivel fordult hozzá, nagyon szívesen fogadta. Úgy fogalmazott folyamatosan, hogy ő, amíg élni fog, addig szolgál. Sajnos a tragikus baleset ez megakadályozta, hogy tovább szolgáljon. Annak ellenére, hogy nagyon nehezen mozgott, de mégis mindig itt volt, minden nap misét celebrált, és temetéseket, esküvőket is tisztességgel megcsinálta. Az emlékmisét Kertész Péter atya tartotta a híveknek, aki egyébként több éves ismerettséget, barátságot ápolt az elhunyt egykori plébánossal. Hozzám igen közel állt, mert 1961-ben, amikor ide került Székesfehérvárra, a Bazilikába, a belvárosba, káplánnak, hát én első elemista voltam, és azóta ismerem, hitoktatom, minisztráns szolgálatban útmutatom volt, és azóta is, mint gyermek, aztán később, mint kispap és mint pap is szoros kapcsolatban voltam vele, és hát tulajdonképpen én úgy kerültem ide, erre a 13. misére, hogy tavaly egy zarándok úton voltam Guadalupe-ba, Mexikóba, amikor hazafelé a repülőtéren kedves fehérvári ismerőseim jelezték az ő balesetét és halálát. És ezt követően, amikor a temetése volt, Nyára István atya kért meg, hogy tudnák-e decemberben a 13. Szentmisén neki segíteni, mert ez idáig ezt Alajos atya tartotta, és ezt én boldog örömmel vállaltam és mondtam igent, és azóta is több alkalommal, amikor lehetőségem nyílt, ezekre a szentmisékre hazajöttem. És úgy gondoltam István atyával megbeszélve, hogy ha ma november 13-án itt tudok lenni ezen a szentmisén, akkor ezt különösképpen is érette ajánlom, és az itt jelenlévő hívekkel gondolom, hogy az ő imádságos szándékukkal is közösen ajánljuk fel Alajos atyáért ezt a szentmisét, hiszen ez volt életében az az utolsó 13. szentmise, amit itt bemutatott, hiszen pár nap múlva történt az a váratlan, tragikus balesete, ami földi életét befejezte. A misét a Fatimai Boldogasszony templom falán elhelyezett emléktábla felszentelése előzte meg. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. A szentmise fölajánlott szándéka,
hogy Milcsinszky Alajos atya az ő hűséges papi szolgálatáért, lelkületéért az örök élet elveszíthetetlen koronáját nyerhesse el az égben. Ebb gondolatban áldjuk meg most a Szent Mise előtt ezt az emléktáblát, és felajánljuk a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, ha esetlegesen még úgy lenne talán érte, vagy szeretteink közül azt a búcsúnyerési lehetőséget, amelyet Ferenc pápa ebben az évben rendkívüli módon terjesztett ki a tisztító tűzben szenvedő lelkek felajánlására. Milcsinszky Alajos 24 éven át szolgálta a városrész lakóit, gondját viselte az egyházközösségnek, valamint a farkasvermi úti templom felújítása is az ő nevéhez köthető. A Szent István Művelődési Házban online formában nyitották meg a Fehérvári Kézművesek Egyesületének adventi kiállítását. A hagyományos betlemi szép csillag tárlatra idén 38 alkotás érkezett. Advent első gyertyalángja legyen ma a béke, apró gyermek szívek szép reményű éke. Kun Magdolna soraival invitálták meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete hagyományos betlemi szép csillag pályázatának megnyitó ünnepségére mindazokat, akik hallgattak a hívó szóra és alkotásaikkal idén is hozzájárultak az adventi ünnepkör megható pillanatainak felidézésével, a karácsony méltóságának megőrzéséhez. A koronavírus járvány okán idén rendhagyó módon a kiállítást online formában nyitotta meg Spány Antal megyéspüspök. Mondhatom, hogy már hagyománnyá vált Székesfehérváron, hogy advent első vasárnapját megelőző szombaton itt a Szent István Művelődési Házban megnyílik ez a kézműves kiállítás. Gyerekeknek, művészeknek, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek az alkotásaiban gyönyörködhetünk. Ebben az esztendőben az advent valami mást jelent, mint amit általában jelenteni szokott. Megpróbáljuk visszaidézni a régi adventeket, fényeket gyújtunk, jeleket állítunk a tereken, utcákon, és nyilván otthonainkba is, de mégis visszafogottan kell ezt megtennünk, hiszen mindannyian kell, hogy vigyázzunk önmagunkra, és vigyázzunk egymásra. Felelősek vagyunk magunk és mások egészségéért. Ez a kiállítás egy lehetőség, hogy a fiatalok, a felnőttek tudjanak online módon tájékozódni, élményekhez jutni, tudjanak bensőségesebben fölkészülni karácsonyra, hiszen a Betlehem valamit előlegez abból az élményből, ami karácsonykor lesz igazán kiteljesedve, és éri el a mi szívünket, de odáig vezető úton segít bennünket az elmélkedésben, az imádságban, egyáltalán abban, hogy tudjunk jobbá válni. Én úgy gondolom, hogy az a kiállítás ebben segít nekünk, hiszen ennek az évnek az adventje egy belső zarándok útra hív bennünket elsősorban. Most kinek-kinek a karácsonya olyan lesz, ahogy saját lelkében, saját bensejében, szívében tudja megteremteni önmagának az adventi készület idejét. Ehhez nyújtunk segítséget ezzel a kiállítással. Szenci Jánosné a pályázat életre hívója, a Fehérvári Kézműves Egyesület elnöke számára kiemelten fontos az ünnepkör ma is. Van 18. alkalommal hirdettük meg a betlehemi szép csillag pályázatunkat, és először tartottunk tőle november elején, hogy nem jön össze kiállítási anyag, mivel hát olyan a helyzet az országban, amilyen. Aztán november 23-án, 24-én gyűjtöttük az anyagot, és nagy örömünkre szolgált, hogy 29-en pályáztak, 38 alkotással. Jakubek Tiborné a házigazda Szent István Művelődési Ház igazgatója az advent időszakának várakozása teljes szépségét emelte ki, és a szeretet, illetve a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. Kisebb létszámban is, de mégis igen szép számban érkeztek be pályamunkák. Az adventi időszak, amely mondhatnám, hogy talán az év egyik legeslegszebb várakozási időszaka, amely Jézus születésére, a szeretet és a béke fontosságára hívja fel az embereknek a figyelmét, az egyes emberekét és a társadalom figyelmét is. Én úgy gondolom, hogy a szeretet az élet eszenciája. Ahol szeretet nincs, ott sajnos felüti a fejét az a
a hidegség, felüti a fejét a közönnyűség, felüti fejét az agresszivitás, a durvaság és minden olyan dolog, amely igazából a világ pusztításához vezet. Ahol a szeretet, mint olyan teret kap, és megéljük, és a szeretethez türelem kell, idő kell, csend kell, fegyelem kell, önfegyelem kell, ott viszont meg tud születni a rend, és a rendben mindenki nagyon-nagyon jól érzi magát. Én úgy gondolom, hogy erre a szeretetre vágyik ma minden egyes ember. Erre a szeretetre, a szerető odafigyelésre, a szerető gondoskodásra, a szerető elfogadásra, és mindenféleképp arra, hogy ne ellenségeket gyártsunk magunk között, hanem még ha nem is vagyunk egyformák, hiszen ez így a jó, mindannyian külön-külön álló emberként egy-egy szigete vagyunk ennek a gyönyörű szép életnek, ennek a teremtett világnak. Értsük meg, és próbáljuk meg megérteni a körülöttünk lévő világot, és próbáljuk meg beilleszkedni ebben a hihetetlenül szép és valóban sok-sok gazdagsággal körülvett világba. Az adventi gyertyákban fellobbanó láng, koldusra és királyra is mennyei fénytád, így fejezi be versét Kun Magdolna, amely üzenet a mának is, karácsony üzenete. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!